Sziasztok! Ahogy ígértük az előző videóban, lesz egy második része is a hatóság válaszol a kérdéseinkre videónak. Még mindig a helikopter, még mindig Tamással ülünk itt a helikopter előtt. Most pedig ugye a drónos büntetések és hasonló kicsit érzékeny témákba fogunk belemenni. Van egy kis hangzavar, közben itt ugye a repülőtéren vagyunk kint. Szóval üdvözöllek újra, Tamás itt nálunk. Szia, Bani! A drónos megítélés ugye nagyon sok minden múlik ugye a médián, és általában ebben csak az ilyen, hogy is mondjam, kirívó esetek vannak, abból is ugye általában egy-kettő. Ugye biztos sokan emlékeztek, nem tudom hány évvel ezelőtt volt, ugye, amikor a Szabadsághídra egy külföldi úriember, talán egy Phantom 4-el esett le, és gyakorlatilag ugye nem is nagyon lehetett hallani mást a médiában ilyen drónos esetről. Gondolom azért nektek bőven van tapasztalatotok, sajnos, de reméljük, hogy ezt azért meg tudod cáfolni. Szóval milyen tapasztalatok vannak így az elmúlt években ilyen drónos esetekről? Üdvözlök mindenkit újra, szia Bandi! Köszönöm a felkérést. Hát először is azt szeretném elmondani, hogy valamiről beszéljetek, vagy valamiről nem. Nyilván. Vannak sajnos olyan esetek, amik tényleg kirívóak. Olyan esetről beszélhetek, hogy rendezvényen, ez egy nemzeti ünnepen történt, ez év 23-ban. Ugye egy ablakon ment be egy sajtós eszköz, egy sajtós drón. Itt szerencsére csak anyagi kár keletkezett, nem történt ugye élet, nem volt veszélyben semmi. Itt a biztosítók majd rendezik egymás között. Azt nem tudom, miért nem került nyilvánosságra. Az adott eljárás majd lefolytatják, itt mivel anyagi kár keletkezett, most a rendőrintézkedést esetleg kértek a helyszínre, az épület üzemeltetője, meg a drón üzemeltetője, akkor ott az eljárás lefolytatták, én erről hallottam, erről tudok, tehát egy épületbe való, egy ablakon bement egy drón, ott kiömlött az üveg, és ott a kiömlő üveg is gépjárműben ugye kárt okozott, erről tudok, voltak veszélyes megközelítéseink, ugye, amiről úgymond beszélhetek, vagy két-három esetben már, két esetben biztos. Harmadik esetnél csak így úgy gondolta a pilótánk, hogy az drón lehetett, de lehet, hogy egy madár volt, nem tudja. Egy madár nem nagyon függ, kivétel a sasokat, a vércse, vagy nem tudom, azok szoktak egy helyben függni. Viszont számoltak be a helikopter pilótáink olyan esetekről, hogy majdnem egy kitérés manővert kellett végrehajtaniuk. Ez ugye nem kell megint hangsúlyoznom, hogy mennyire veszélyes. Az egyik kitérési manővert, meg úgymond egy emelkedést kellett végrehajtani a Romeo pilótánknak, egy védett vezető kísérésé által. Ugye a drónkezelő úgy gondolta, hogy mindenféle bejelentés nélkül csak ő repteti az eszközét, viszont a detektáló rendszer, amit a rendezvény során, a védett vezető kísérése során használtunk, ezt megmutatta, és tudtunk jelezni a helikopter pilótájának a kitérésre, mert ugye GPS jelet mutatta a detektáló rendszer, hogy hol a kezelő is. Ők vizuálisan is látták ezt az eszközt, és úgymond nem történt baj. Ami még kirívó eset, azt a rendezvények során nem tudom megérteni azokat a drónkezelőket, hogy miért kell egy DJI Minivel 4-500 métereket repülni Budapest felett. Nem tudom azokon a képeken, felvételeken mit lát. Ha nem az a cél, hogy vás veszélyeztessen, vagy feszegesse a határokat, akkor itt nem látom értelmét ennek a 400-500 méteres földfelszín feletti repülésnek egy minivel. Itt nagyon veszélyes ez tényleg. Meg ott már maga a drón is veszélyben van, hiszen tényleg kis pici gépről olyan magas alatt így már van, a szél, meg magas minden egyéb dolgokat. Páratartalomtól kezdve hidegebb van, jegesedés beindul, leesik, lassabban tud lejönni. Én nem értem azt a drónkezelőt, aki ezt használja. Valószínűleg nem kapott jó képzést, nem ismeri a légtereket. Itt hozzáteszem, a siklóernyősök se nagyon tartják be azokat a légtérszabályokat, amiket kellene. Folyamatosan baj van velük itt Budapest környékén is, de vidéken is, vagy a motoros siklóernyősökkel is. Bejelenteni is nehezen jelentik be, ha történik valami, vagy ha be is jelentik, ugye azon a felületen, hogy történt egy veszélyes megközelítés, vagy bármi, akkor valahogy elmarad az eljárás. Hozzáteszem, ez nem a rendőrség hatásköre, amit például a siklóernyősökkel se bejelentenek. Ugye a Hungarokontrollnak van egy ilyen felülete, ha jól emlékszem, ilyen bejelentésekre, plusz a légiközlekedési hatóságnál is lehet ilyen bejelentéseket tenni.
hatáskörű illetékességből, ami rendőrséghez kerül, azt minden eljárást ugye lefolytatta. Ugye a készléti rendőrség ugye nem eljáró szerv, ezért mi csak kisegítő egység vagyunk. Ugye a rendezmények során rengeteg ilyen kirívó esettel találkozok, a többiről meg nem szívesen beszélek, köszönöm. Így akkor végülis félig meddig már megválaszoltad a következő kérdésemet, hogy van-e valami országos statisztika arról, hogy mondjuk hány drónos szabálysértés vagy bűncselekmény volt mondjuk az elmúlt időszakban, de ugye említetted, hogy ti nem hajtjátok végig úgymond az ügyet, tehát hogy csak segítetek, tehát hogy akkor valószínűleg erre nem lesz a válasz. Így van, szám szerinti adatot nem tudok mondani sajnos. Nem is szeretnék nyilatkozni az eljáró hatóságoknak a nemében. A területileg illetékes rendőrkapitányság folytatja de mindig azt a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, amit a helyszíni intézkedés után a rendőr megindít, legyen az egy jelentés egy közigazgatási eljáráshoz, vagy egy szabálysértési feljelentést, vagy személy szabadságot korlátozó intézkedéssel büntető eljárás. Ugye megindítunk, mindig az eljáró hatóság folytatja le, a készíti rendőrség nem eljáró szerv, viszont az elmúlt 3-4 év tapasztalatából rendezvényeket emelnék ki inkább. Ott az a tapasztalat, hogy inkább ez az esti légtér hiánya a lakott terület felett, sokan nem igényelnek esti légteret, és ennek ellenére használják a légteret a drónnal. Microspace applikációt nem használnak, ez hatványozott. Kötelező felelősségbiztosítás ez a harmadik helyre sorolnám, hogy nem kötnek azokra a drónokra, amire szükséges, valamint nem regisztrálják a légiközlekedési hatóságnál az eszközeiket. Ezek kirívó esetek. Például ugye a lakott terület felett esti légtérben nincs egy szabálysértési eljárás. Például a Microspace applikációt, aki nem használ, az közigazgatási eljárást von maga után. Bűncselekményt meg ugyanúgy elkövet, aki ittasan, távpilótaként ittasan használja az eszközét, vagy bódult állapotban, vagy a légiközlekedés veszélyeztetését elköveti, vagy a tiltott adatszerzést, bűncselekményét is el lehet követni. Például aki rendszeresen figyel meg valakit, és ezt nyilvánosan közé teszi, tegyük fel egy olyan platformon, ami mindenki számára ugye elérhető, akkor megvalósítja a tiltott adatszerzés bűncselekményét, tehát óvatosan bánjunk ezekkel a felvételekkel, amiket készítünk, tényleg nagyon jó, amiket készítenek a drónok, de nem mindegy, hogy milyen szabályokat szegünk meg ezzel. Akkor most gyakorlatilag az egyik kérdést meg is válaszoltad, hogy mik azok a bűncselekmények, vagy hogy is mondjam, jogi sértések, amiket el tudunk követni. Akkor most papásból mondtál majdnem 5-öt? Igen. Hát a szabálysértések közül ez a lakott terület feletti esti légtér hiánya. Azt hiszem szabálysértési törvény 229-es paragrafus, ez a leggyakoribb. Ezt hiába készíti rendőrség nem eljáró szerv, ezt én látom, ott vagyok minden rendezvényen szinte. Ez mondjuk így milyen összeg, hogy így tisztában legyenek vele a nézők, hogy mondjuk ha valakinek nincs eseti légtere, és mondjuk végig viszik az ügymenetet, akkor mire számíthat? Először is onnan kezdeném, már az előző videóban mondtam, a tisztelettel kérek minden jogkövető drónkezelőt, hogy ne kezdjen el jogi vitába a lakott terület fogalma miatt a rendőrrel a helyszínen, legyen együttműködő, és a helyszínen dönt a rendőr, mindig az intézkedő rendőr dönt a helyszínen, hogy figyelmeztet, helyszínbírságot alkalmaz, vagy szabálysértés feljelentést készít. Ha figyelmeztet, akkor a helyszínen egy szóban figyelmezteti az állampolgárt, és akkor egy jelentést erről, ez semmivel nem jár. Viszont a következő szankció a helyszínbírság, 5-től 50 ezer forintig helyszínbírságolhat a helyszínen. A helyszínbírság kitölti a helyszínbírságot, adatokkal egy csekket fog kapni a helyszínen, ez 30 napon belül ma be kell fizetni az állampolgárnak, és akkor le is zárul az intézkedés. Viszont a harmadik fokozata a szabálysértésnek a feljelentést. A feljelentésben viszont már mindenféle tényezőt bele fog írni az intézkedő rendőr, például azt is, hogy nem együttműködő az állampolgár, és ha nem együttműködő, akkor gondolom az eljáró szerv, tehát az adott kapitányság lefolytatja majd az eljárás, szabálysértési eljárás, és ha azt olvassa az eljáró szerv, hogy nem együttműködő volt az állampolgár, akkor a szabálysértési bírság, ami már több százezer forint is lehet, akkor már súlyosabb lesz. Viszont például maradjunk a Microspace applikáció használatánál, hogyha nem használja a Microspace applikációt az állampolgár, akkor szabályszegést követel, szabályszegés miatt ugye közigazgatási eljárást indul, eljárásban van lehetőség figyelmeztetése, tehát a helyszínen nem fogja figyelmeztetni a rendőr, ott ugyanúgy szabályszegés miatt tud bírságot alkalmazni, szabályszegési bírságként, és az már súlyosabb lehet, mint egy szabálysértés. A bűncselekmény tekintetében meg mindenképpen minden tényezőt ott még, ha például a tiltott adatszerzés bűncselekményéhez felhasználták az eszközt, de ugyanúgy a szabálysértésnél is megvan, le is lehet foglalni az eszközt amúgy. Ha telefonos volt például a kezelőfelület, akkor a telefont is, mert adatrögzítése alkalmas,
Természetesen az eljárás végén visszakapja az állampolgár, de le lehet foglalni, legyen a szaps, vagy büntetőeljárás is. És ez a legsúlyosabb ugye a büntetőeljárás. Ez például azt hiszem volt egy ilyen úgymond nyilvános eset a drónos csoportokban, amikor talán tavaly vagy tavaly előtt valaki Paks fölé akart, azt hiszem egyszer vagy onnan csinált fényképet. Ott hallottunk valami 1 millió forintos... Igen, veszélyes légtér, tiltott légtér miatt ugye még plusz hatványozott plusz még, is. Ott a illetékes kapitányság mindenképpen él szerintem a legmagasabb bírsággal, de ugyanez a közigazgatási eljárások tekintetében mindenképpen százezresek a bírsági tételek. Ja. Aha. És milyen arányban vannak mondjuk itthon, amikről lehet tudni a külföldiek, meg a hazai drónpilóták? Tehát hogy én azt gondolnám, hogy azért már az elmúlt, most már több mint 2,5 év alatt azért szerintem aki drónozik, azzal annak találkoznia kellett legalább bármilyen oldalon azzal, hogy milyen szabályok vannak, hogy ennek ellenére mondjuk még jönnek és Pesten a nem tudom, parlamentet, hősök terét, arénákat fotózzák, vagy inkább ezek már a külföldiek, akik eljönnek egy holidayre, hó, de szép, és akkor dobjuk föl, vagy még azért a hazai pilóták is úgymond így bátrak. Sajnos pontos számot nem is tudok mondani megint. A készülét rendőrség tekintetében nekünk tényleg az a tapasztalatunk, hogy így a külföldiek, ők is hatványozottan ugye azokat a turisztikai látványosságokat, meg ugye turisztikai szezonban, ami ugye Magyarország, gyönyörű országban élünk, szeretik felvenni drónokkal, gyönyörű felvételeket készítenek. Én azt mondanám, ilyen 30-40% a külföldi, de még mindig nagyobb a százaléka a magyaroknak, magyar állampolgároknak, akik nem tartják be ezeket a szabályokat, és azt a felvétel kell nekik, és mindenképpen megcsinálják. Uh-huh. Tehát arányban azért még mindig nagyobb még a magyar, mint a külföldi. A külföldiek nem tájékozódnak az adott országnak a szabályairól, viszont már például mivel a hungarokontrollal kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően van egy hatósági felületünk, ez a Microspace-nek a hatósági felülete, az AXO konzol hatósági felület, itt tudunk műveleti korlátozást, azonnalos műveleti korlátozást és tiltást bevezetni, és azért kérek minden jogkövető drónkezelőt, hogy használja a Microspace-t, mert az értesítéseket ott fogja kapni. Hogyha például egy baleset helyszínén, itt az elmúlt időszakban volt sajnos egy tömegszerencsétlenségünk az M1-es autópályánál, ott mivel nagy volt a szél, kevesen tudtak drónnal repülni, de mégis akartak. Viszont a helikopteres életmentés, amit a légimentők szerettek volna elvégezni, azt majdnem, hogy akadályozták. A katasztrófa turizmus ez mindenhol adott, ez meg is van, sajnos a kis hazánkban ez megmaradt. Ezt arra kérnek mindenkit, hogy az élet és vagyonmentés az első. Hagyjuk dolgozni azokat a hatóságokat, legyen az a katasztrófa védelem, a légimentők, a rendőrség. Utána lehet repülni különböző engedélyekkel, ha nincs ott hatósági korlátozás vagy tiltás. És a Microspace-ben ugye erre kapnak engedélyt. Ugye ha beszélek a korlátozás elrendelővel, mert mindig ott van, hogy a készülét rendőrség, Somogy vármegye, Pest vármegye, vagy a büntetés végrehajtás intézet, vagy bárki rendelhet el korlátozást, akkor mindenképpen beszélnek a korlátozás elrendelővel. Ott van, fel kell venni a kapcsolatot, és akkor vagy engedik, vagy nem. Ilyen egyszerű. A következő kérdésem az lett volna, hogy mi volt ez a legdurvább eset, amikor mondjuk egy civil drón akadályozta a hatóságok, nem csak rendőrség, hanem bárkinek a munkáját. Nem tudom, hogy ennél az autópályás balesetnél van-e, most nem azt mondom, hogy durvább, mert nyilván ez is, tehát hogy több helikopter is dolgozna, de hogy tudsz-e mást mondani, ami esetleg volt, vagy ez az, ami így a közelmúltban talán úgymond ilyen legkirívó példa? Hát többet is tudnék, kettőt emelnék ki. Az egyik az elmúlt évben volt vonulásos rendezvény Budapesten, és az egyik hídon megállt a tömeg. Mi is biztosítottuk ezt a rendezvényt, vezettünk be a légtéri igénybevételen a korlátozását, plusz a hatósági felületen is korlátozást. Ebbe a korlátozásba csak ugye egy média szolgáltató repülhetett be engedéllyel, akivel tartottuk folyamatosan a kapcsolatot, plusz a budapesti rendőrfőkapitányság drónja és a mi készülét rendőrség drónunk. Ezen a rendezvényen azt vettük észre egy detektáló felületen, mert ugye a rendezvényen résztvevő személyek biztonsága érdekében mindenképpen hajtunk végre detektálást is, hogy nem csak az engedélyezett sajtós orgánum repül, meg nem a mi drónunk, a Flight Controller Serial Number detektálása alapján, hanem még 4-5 darab
eszköz van az égen, és ezt vizuálisan is láttuk, és itt egy magasságbeli elkülönítés szükséges volt végeznünk, valamint intézkednünk ezekkel a drónosokkal szemben, akik megjelentek ebben a légtérkorlátozásban, mert ránéztünk a különböző felületeinkre, és nem láttunk ott más se MyDronespace-es applikáció belül, és se engedélykérést, se menet közben, úgyhogy ez nehéz volt ezt összekoordinálni, de szerencsére nem történt baj. Valamint a Balaton átúszást hoznám fel, ugye itt sajnos, vagy nem sajnos többen, ugye ott szankcionálva lettek, akár az északi vagy a déli partról a Balatonnál. Ott a helikopter és a vízben lévő úszók biztonsági érdekében légtérkorlátozást vezettünk be ott is. Ennek ellenére többen is repültek ugye drónokkal, és nekik nem adtunk engedélyt, ezért ugye intézkedve is lett, ott is detektálás lett végrehajtva, és intézkedett a déli parton a Sobony vármegyei kapitányság, az északi parton pedig a Veszprém vármegyei főkapitányság. Vannak esetek sajnos, próbálunk fellépni ellenük. Nem tudom, hogy mi az, vagy van-e egyáltalán olyan eset így a közelmúltból, amire már azt mondtad, hogy ezt nem feltétlen rendezvény, hanem csak úgy akár a hétköznapokból, amire már azt mondtad te is, hogy ezt nem hiszed el, hogy ilyen így megtörténik, hogy nem tudom, hogy olyan helyen, vagy olyan magasságban, vagy olyan gépen, hogy van-e valamilyen nagyon nagy, mondhatom úgy baromság, ami így megtörtént az elmúlt időszakban? Hát volt egy kerékpáros körverseny Magyarországon. Múlt évben a Giro d'Italia, nem állok el ezzel titkot, sokan követték, sokan szerették, viszont azt közvetítette egy civil engedélyezett helikopter, és ő földfelszintől nagyon alacsonyan repült, és ott annak ellenére voltak nagyon veszélyes megközelítések, mert a drónosok ezt mindenképpen követni szerették volna. Ott a helikopter pilóta sokszor leverte a víz, egyszerűen fogalmazzak. A másik extrém ugye Budapest felett, ez a továbbá is, ez a 400-500 méteren nem értem, hogy miért kell repülni. Egy minivel nincs értelme. És főleg előzött légtérben ne veszélyeztessük a légiközlekedést, mert ha leáll a légiközlekedés, az óriási kiesés mindenkinek, és az a bírság már nem játék. Illetve hát ugye az előbb már félig ezt is megválaszoltad, ugye, bár gondolom ez már nem titok, így nagyjából Magyarországon ez a drón detektálás, illetve drón elhárítás, hogy nem tudom, hogy ezekről mit lehet úgymond így elmondani publikusan, azon kívül, hogy van, tehát hogy ez gondolom mindenki tudja, hogy mondjuk hol, mikor, miért használjátok, vagy nem tudom. Az, hogy hol, mikor és mikor, miért, ezt nem mondhatom el. A légiközlekedési törvény erre feljogosítást ad különböző szervezeteknek, tehát dróndetektálást létezik, van. És nem csak azokat az eszközöket tudjuk detektálni, például a kereskedelmi forgalomban kapható legnagyobb dróngyártónak az eszközeit, azzal a bizonyos rendszerrel, hanem minden frekvencián használó drónt, még a műrepülők, az épített gépeket is. Tehát az épített gépeket is és a modern repülőket is tudjuk detektálni. Tehát ami rádiófrekvenciát használ, szinte wifi-n, bármi kommunikál, ezeket tudják azok a szervezetek detektálni. Ez mind azért van, kiemelten a rendezvényeken, a résztvevő személyek biztonsági érdekében, meg az eszközöknek, az épségének a megóvása érdekében, és a védett objektumnak a biztonsági érdekében, ezek jogszabályba rögzített dolgok. Viszont itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden rendezvényen legyen az nemzeti ünnep, mérkőzés biztosítás, védett vezető biztosítása, bármilyen rendezvény, ami Magyarországon van, ott a rendőrség él a törvényet a jogával és légtéri igénybevételének korlátozás vezet be. Ezekben a korlátozásokban és a rendezvényeken különböző szervezetek vesznek részt a rendezvényen. Az adott üzemeltető, legyen az egy létesítményüzemeltető, egy aréna, vagy egy futballmérkőzésben a biztosításban résztvevők, akkor katasztrófavédelem, terrorelhárítási központ, nemzetbiztonsági szakszolgálat. Ugye a mentők ugye a légimentés miatt, a helikopterpilóták ugye a rendészeti tevékenység miatt, plusz sorolhatnék még rengeteg szervezetet, gondoljátok bele, ezeknek a szervezeteknek mindegyiknek van különböző feladata. Ezeket a feladatokat össze kell fogni, koordinálni kell, erre a rendőrségnél egy légtérkoordinátor feladatot alakítottunk ki. Szükséges megjegyeznem, mi nem vagyunk úgymond légirányítók, ez nem légirányítás, ez légtérkoordinálás. Az adott feladatban résztvevő szervekkel felvesztjük a kapcsolatot, főleg az előre tervezhető rendezvényeknél, és összeszedjük azokat az információkat, ki mit szeretne. Az adott rendezvénnyel kapcsolatban mindenképpen elosztjuk ezeket a feladatokat, és koordinálunk köztük LDR rádiócsatornán,
különböző magasságokban, elkülönítjük a helikoptert a drónoktól, vezetünk be korlátozást és közzétesszük a repülésünket, ugyanúgy az ügyfélszolgálatban police.hu-n, hogy megfelelve az adatvédelmi jogoknak, és itt tud mindenki tájékozódni és felvenni mindenkivel a kapcsolatot. Az utolsó kérdésemet gyakorlatilag szerintem 90%-ban meg is válaszoltad, ugye, hogy te felelős szoktál néha lenni úgymond ezért a légtér koordinálásért, és hogy mennyi veszély hárul úgymond arra, aki csak úgy random fölengedne egy drónt azért, hogy mondjuk legyen egy kép az éppen világító arénáról vagy akármiről. Tehát, hogy mik azok, amik úgymond ránk várhatnak, mármint, hogy nem ránk, hanem aki éppen fel akar szállni, tehát, hogy mi az, amiről nem tud? Veszély mindig van, te is tudod, Andris, én is drónkezelő vagyok, mindig van, interferencia mindig van, a fém az mindig interferenciát okoz, az arénálá meg főleg, mert ugye terhelt, nem csak a légtér, hanem a hálózatok is terheltek, ezért lehet pozíciótartása nem mindig lesz a drónoknak, detektálás van, ez biztos, ennyit mondhatok. Az biztos. És ugye most itt nagyjából az előbb ilyen 4-5 szereplőt is felsoroltál, aki éppen akkora levegőbe lehet. Tehát az egy dolog, hogy a készenléti rendőrség, de lehet, hogy még más hatóság is, meg ugye a helikopter, meg a légimentő, meg a média helikopter, meg a média drón, tehát hogy gyakorlatilag 6-7 szervezet van egyszerre a levegőben. Még mondjuk valaki úgy gondolja éppen a, nem tudom én, valamelyik útról, hogy feldobja a kisminét, hogy csináljon egy drón. Tehát, hogy ez a legnagyobb veszély, nem feltétlen az, hogy ez a kismini magától leesik, mert azért arra viszonylag kevés az esély, hanem az, hogy inkább ugye egy csomó légijármű van, legyen szó drón vagy helikopter, amivel összetalálkozhat. Így van, mindennek megvan az esélye, bármivel találkozhat, legyen az pilótásgép vagy pilóta nélküli. Én arra kérlek tisztelettel mindenkit szintén, hogy tartsák be a szabályokat, főleg a rendezvényeken amúgy a koordinálási felelős szerv engedélye nélkül ne repüljenek, mert hatványozott a veszély, és akkor erre figyeljünk. Illetve hát nem tudom, tehát hogy én azt mondom, hogy egy átlagember egyáltalán a rendezvényeket kerülje, tehát hogy mármint, hogy föntről, tehát hogy inkább maradjunk a földön, és nézzük a nem tudom egyéb helikopterek, igen, vagy bárminek a képét, tehát hogy azt bevállalni tényleg egy akármilyen drónnal, hogy csináljak egy fényképet percről, egy több, még nem tudom, tehát egy átlag embernek én úgy gondolom, hogy egy sima hétköznapon is kicsit remeg, aki ez a Budapesten. Ott hatványozottan fog remegni neki, az biztos. Igen, tehát az, hogy tudod, hogy ott van alattad, vagy a stadionban, vagy tök mindegy, bárhol ennyi ember, szerintem ez így alapból veszélyes. Van-e még valami, ami így a büntetések, meg a hasonló dolgokkal úgymond még így elmondanál, vagy csak maradjunk ennél, hogy próbáljuk törekedni a legális repülésre? Én arra kérlek mindenkit, hogy a civil és az állami repülés, legyen az drónos vagy pilótás, azt mindenképpen muszáj, hogy összekoordináljuk. Tehát nem játék, amit itt használunk. Én tényleg arra törekszem itt a rendőrségnél is, hogy összefogjunk, meg koordináljunk azokkal a civil és állami szervezetekkel, akik részt vesznek a különböző feladatokba, mert az élet és vagyonvédelem az első, főleg az élet. Senki se örülne, ha fejére potyanna egy drón, igen, amúgy egy koncerten, vagy egy nemzeti ünnepen, vagy egy mérkőzésen. Ezért mi erre törekszünk, hogy ezt a szabályokat betartassuk, és arra kérek mindenkit, hogy tartsák is be a szabályokat. És köszönöm annak is. Én köszönöm, hogy így a második videóban is rendelkezésre álltál. Reméljük, hogy azért rengeteg hasznos információt kaptatok. Ha nem láttátok az előző videót, akkor nézzétek meg, hamarosan pedig jövünk új videóval. Sziasztok! Sziasztok!